A nemzeti konzultációval kapcsolatban Fidesz olyan kérdéseket tesz föl a konzultációi alkalmával, amelyekre ő már előre tudja a választ. Fidesznek van arra pénze, van arra gépezete, hogy hetente megméri a közvéleményt, hogy az emberek miről, hogyan vélekednek, és az alapján hozza a politikai döntéseit. Tehát pontosan tudja, hogy ezek az ügyek, ezek a kérdések, amiket most is itt föltett, akár megint a migrációról, vagy a kamatstop, vagy a rezsi kérdésben, arról tudja, hogy hogyan vélekednek az ő szavazói, így aztán ezek ilyen kamu konzultációk. Senki ne gondolja azt, hogy az ő válaszadása alapján fogja a Fidesz a politikáját alakítani. Végsősorban valamilyen szinten a közvélemény befolyásolja a Fidesz politikáját, de ő azt megméri az ilyen belső közvéleménykutatások alapján. Ez sokkal inkább kampány célokat szolgál, akkor mondjuk a kérdésbe belebújtatja a maga akaratát. Ilyen kérdés ugye a palesztinokról szól, amire ugye azzal utal, hogy az Európai Unió által a palesztinoknak jutatott támogatások a Hamásznál kötöttek ki. Tudjuk, hogy a Fidesz teljesen kritikátlanul és egyértelműen a háború, illetve Izrael oldalára állt az izraeli-palesztin konfliktus során, mi pedig próbálunk semlegesek, tárgyilagosak, objektívek maradni, és bemutatjuk azt, hogyha akár a Hamász civileket mészárol le, de azt is, hogyha az izraeli államgépezet több ezer gyermeket lemészárol, mondjuk a gázai övezetben, mint amit jelenleg látunk, és azt is el kell ítélni, hát a Fidesz nem ezt csinálja, tehát nem az igazságot próbálja kibontani, bemutatni, és Magyarország érdekét képviselni ebben a konfliktusban, hanem ezáltal a konzultációs kérdés alapján is megpróbálja befolyásolni az embereket. Úgyhogy ez erről szól, ez nem az emberek véleményéről szól.